Igen, sikerült elérnem a 80 ezer kupát, amin rengeteget töprengtem, hogy mégis milyen videót készítsek belőle. legyen -e egy Rage Beat, amiben felhúzom a nézőknek és más content creatoröknek az agyát, hogy oh my god, Magyarországon első két sikerült elérnem a magyar Brawl videósok közül a 80 ezre. Hát a legjobb játékos bebizonyította, hogy ő az a Magyarországon a legnagyobb e-sport player. Hát mi kellene még emelni? Hát ott van top lokálban, ráadásul a klubja is lokál kettő, és rengeteg rong 30 van több, mint a fel a karakterének már azon van, és napról napra csak gyűlnek, és egyre magasabb szintre kerül kupa számban. És mi az, ami még szükséges ahhoz, hogy bebizonyítsa, hogy ő a legjobb a magyar videósok közül a játékban, és emellett pedig ő az, aki actually ténylegesen játsza a játékot, és a játékkal foglalkozik, és arról készít videókat, és azért van ott, mert a gameplay szereti, és a játék mechanizmusát, nem pedig csak a cloud chase és a hype-ért van a játék körül, hanem actually élvezi a gémet, és minden mellett még a világ egyik legjobb játékosa is, te jó Isten, oh my god, tehát egy született tehetség, bro! De aztán igazából úgy döntöttem, hogy dobom ezt az ötletet, és inkább beszéljünk arról, hogy miért érzem azt, hogy a brosztáznak közel a vég. Igen, most akár mehetnék egy ilyen apokalipszis közel van táblával. Az elmúlt hetekben, hónapokban tapasztalhatatok olyanokat, ami nem feltétlen jó irány szerintem így a brosztáznak. Láthattátok is az elmúlt időszakban a csatornámon, hogy rengeteg rengetegszer panaszkodtam, és mindegyiknek meg volt az oka. Nyilván énekem én is lenne jobb dolgom, mint hogy éppenséggel panaszkodjak, viszont hát szerintem fontos az, hogy felhívjuk a figyelmet arra, amik nem feltétlen jó irányba viszik a játékot. Mindezek ellenére természetesen vannak olyan cuccok is, amik királyságosak, ilyenek például ugye a Spongyabob kollabban, ugye az artistok által elkészített cuccok, mint például ugye az Environment, a modellek, a Spongebob stb. stb. Tehát vannak jó dolgok, viszont pénzügyileg nem a legjobb döntéseket hozza meg a szó. Mármint hogy értem én, hogy számukra a legjobb, viszont ö, egyértelműen érezhető az, hogy egy ilyen közösség elidegenítő hatása van ezeknek. Minden részről, akár a free-to-play, akár a pay-to-win vagy éppenséggel azok, akik csak a játékért játszák a játékot, és nem is érdekli egyik részese se, se az, hogy free-to-play vagyok vagy pay-to-win vagyok, egyszerűen csak gévelni akarok és élvezni akarom a játékot. Azt érzem, hogy mindegyik oldalba már valamilyen módon belerúgtak, és egyre inkább ezt érzem. a saját bőrömön is tapasztalom, inkább nem kellett volna, hogy vásároljak mondjuk se, meg azt se nem kellett volna, hogy megvegyem, mert később kiderült, hogy hát akár ingyen megszerezhettem volna, hogy ez a skin nem exkluzív, mint ahogyan ezt mondták. Ezt amúgy freebe ki tudtam volna farbolni, mert végül kaptunk annyi olyan dolgot. Ez már ugye az első ilyen évönnél megtörtént, mutációs tojások, utána pedig a megaboxok, amikből a skinek ugye esettek, majd utána pedig érkezett a következő community évön. A spongyobobos, aminél ugye több részről és elég sok undorító dolog történt. Ilyen például ugye a pénzügyi oldal, ami mellett nem tudok elmenni, hogy kitaláltak -e egy újabb valutát, a krasztikest, ami nyilvánvalóan azért jött létre, hogy még jobban bonyolítsák pénzügyi háttért, és hogy ne lehessen még annyira se kiszámolni, hogy éppenséggel mennyit is költesz valamire. Ne érez annak a súlyát, amit elköltesz. Hát ugye minden játékban alapjáraton ezért is van elsődleges valuta, mint például ugye a Brawl Stars esetében ott van a gem. És akkor nem elég, hogy ott volt a gem, most behozták a krasztikest. Magyarán ez most már úgy néz ki, hogy a forintból veszel gemet, gemből veszel krasztikest, és a krasztikest költöd el. Hát ember legyen a talpának ugye kikalkulálja minden egyes alkalommal, amikor költeni akar, hogy épességre az mennyi forintot is jelent. Kusztustalannak is tartom, hát arról már ne is beszéljünk ezekről a random offerekről, amik teljesen random alapon jönnek be a shopba. Mindazok ellenére, hogy ugye a szuperszelek mindig az volt a problémája a megaboxos szisztemmel kapcsolatosan is, hogy hát túl lútri és nagyon gemből, nagyon szerencse játékra hajaz. Hát akkor nem tudom, hogy ez mi a fene volt, ami most ugye a Krasztikrebben megtörtént, hogy teljesen random, hogy te most kapsz valamit, nem kapsz valamit, most valaki kap egy ilyen mert ingyen valaki nem kap, most épességgel ilyen árazás kap valaki, más meg nem kap. Ha ennek nincs ilyen szerencsejáték vibe, akkor nem tudom, hogy minek. És hát az ilyen módszereket már mondjuk megszokhattuk esetleg más cégek esetében, mint például a Stamborgás készítőjétől, a Scorbitól, és de azt nem gondoltam, hogy a Supercell is ilyen irányba fog elmenni. Nagyon nem értek ezzel egyet, és azért is emelem fel a hangomat ezzel kapcsolatosan, mert szerintem egy partnernek igenis nem mindig kus kell, hogy legyen. Hiába nézők mondjuk azt hallják csak, hogy panaszkozz, és inkább maradjál csendben, miközben egyébként az ő érdekeik nézném amúgy, és ugye pont a céggel szembe megyek ilyen részről, és ettől én bizony nagyon undorodok, és nem akarok látni a későbbi eventökön ilyen módszereket, de valószínűleg tartom, hogy egyre több event lesz, és egyre több ilyen különböző valuta fog beérkezni, mert nagy eséllyel ugye rövid távú sikereket mutatott ez, tehát nagyobb bevételre tudod szert tenni a szuper szert, Tehát, ugye így tesznek, akkor nem nézik a hosszú távú történéseket, ami bizony nem pozitív lesz, hanem negatív, és igen, és még nagyobb visszaesést eredményezhet a játék szempontjából, mert a vásárlói tömeget, illetve a free to play és a középső tartományt is, aki csak úgy játsza. Most tényleg visszamehetnénk nagyon-nagyon régre, akkor, amikor behozták a gíreket, vagy éppenséggel megnövelték a power level különbségeket százalékosan, hogy még nagyobb hátrányot származik abból, hogyha éppenséggel nem fejlesztesz fel, hogy utána semmiből megemelték a power level 9 11-re, csak azért, hogy még több mindenkinek legyen lemaradás, és még több mindenki kölcsön a gémre. De sose érez az, hogy neked végre mindened is megvan. Utána olyan módon ugyanolya teljesen felesleges hypercharge lehetne ezeket sorolni, amikkel ugye igazán a free to play ekkel kicsesztek, hát olyan részről meg ne is mondjuk azt, hogy akkor már gemekből ugye nem lehet megvásárolni a Brawl Pass. Nagyon sok mindent lehetne felhozni, de talán ami még az endgame játékosokat érintheti, tehát akiknek már minden karaktere megvan, és ez szerintem egy nagyon undorító dolog az nem más, mint a fém rendszer kitalálása, amire mindig egy olyan példát hozok, mint hogyha lenne egy lyuk a zsákot direkt így kitalálva, hogyha pénzedet belerakod, akkor így essen kifele folyjon ki. Tehát a költesz a játékra, és gyakorlatilag égetődik el. Hiszen mi történik, megvan minden karaktered, jönnek a kreditek valamiből, és az megy egy olyan rendszerbe, aminek semmi értelme, semmi értéke, és te konkrétan veljót, meg pénzértéket égettél el. Simán meg lehetett volna tenni azt, hogy a kreditek ilyen esetben átkonvertálódnak koiná, és nem égetődnek el. Tehát actually kapnád cserébe valamit, amit meg is érdemelnél. De hát nyilván okkal van ez így kitalálva, hogy nyilván megint a szuperszelnek egy fokkal jobb legyen, és még nagyobb legyen a lemaradása a játékosoknak, és még többet kell akár hogyha game végén is vagy, ne tudja annyi mindent kigránydolni. És hogyha nem lennének ezek elegendőek, akkor utána érkeztek az eventek, amik ugye régebben sosem voltak, és egyébként egy jó kezdeményezés lenne szerintem, mert feldobja a játékot, nagyon hozza a játék így a spongyabó vibe és látszik a beleölt energia, idő, és hogy tényleg anyait, apait beleadtak ezek az artistok. Tehát a művészi részül, akik ugye a supercell dolgoznak, remek munkát végeznek, és tényleg jó irányba viszik a gémet. Csak a probléma az, hogy nem csak rajtuk múlik az, hogy milyen a megítélése az ember a Brawl illetve a supercell -ről. Sőt, ők lehozhatják a csillagokat az égről, a legjobb játékot megteremthetik. A képessége pénzügyi részről a Supercell dolgozói egyre inkább greedy back lesznek. És a cég mondjuk egyre inkább több pénzt akar kisajtolni a játékosokból, fittyet hányva arra, hogy épensége ez hogyan fogja befolyásolni a player t az aktív játékosokat, vagy éppenséggel azon embereket, akik költöttek eddigiekben a játékra. Mert nagyszerű, hogy rövid távon például ezek a power -ok is, ugye a power kitalálása, mellék valuták el Készítése. rövid távon lehet, hogy sikert hoz a gém számára pénzügyileg. Hosszú távon igenis ezek lejtőt fognak eredményezni a játék számára. Hát rának mind a free-to-play és a p 2 win játékosok, mert mindegyiket csalódás éri valamilyen úton, módon. És hát túl kiszámíthatóak, átláthatóak lesznek a cégnek a lépései, mint például, hogy következőleg is csinálunk egy évőtöt, kitalálunk valamilyen lootboxot, most nem Power Mélek nevezük, hanem mondjuk esetleg Tesseraknak, és a marvel fogunk esetleg összedolgozni. A Tesseraktokból lehet majd valami féle power megszerezni, arra költhetsz, mit tudja, én Marvel Coint, amiket gemből tudsz átváltani, ugyanúgy a gemeket pénzből veszed, és nem tudod kikalkulálni, hogy mennyit is költöttél el. És hát oké, okay, hogy mi azt mondtuk a múltban, hogy nem szeretnénk bántani a trófea rendszer, és ezért kiszedjük a mapmékörös mapokról a kupaszhezési lehetőséget. Hát erre már úgy sem emlékszik senki, úgyhogy ezekben a Marvel modifierös játékmódokban igenis kupákat pusolhatok, az emberek meg így hát sokkal motiváltabbak lesznek, hogy vásároljanak. Mert hát igenis így magasabbra tudok kerülni, és villoghatok a haverjaimnak hogy nézd, ennyi kupán van, és mennyi ronk 30-as sikerült elérnem? Aztán közben meg lehet, hogy éppenséggel egy ilyen 500 kupás szíten van az emberünk, illetve ha vége lesz az évődnek, akkor ugyanúgy leesik, vagy majd éppenséggel megvárja a következő ilyen évődöt, ahol lesznek ugyanígy pár ok megveszi azokat, és akkor gyakorlatilag kupákat lehet vásárolni a game Hát mi ez, hogyha nem a full pay to win -nek a definíciója, hiszen tényleg azért vásárolsz valamit, hogy nyerhessél. És ezért is panaszkodtam annyit az elmúlt hetekben, mert rengeteg olyan oldalát ismertem meg a játéknak, Ebben a spongyabós ami eddig nem igazán tűnt fel annyira, és nem volt ennyire átlátszó. Most tényleg egy elágazás felé került a game, és hogyha az egyik irányba mennek, akkor lehet, hogy jó lesz a játék, ha másik irányba kitartanak emellett, amit most csinálnak, akkor lehet, hogy hamar csökkenni fog a játékos szám. Egyébként így is az látható, amúgy, hogy nagy visszaesések vannak, és a Spongebobos kollab se hozott akkor a számokat, mint éppenséggel mondjuk a Megabox esetében, hiszen ott 3 millióan nézték majdnem élőben, ugye a premier, most pedig a spongyabós ilyen 1 millióan. Tehát érzedik az, hogy a Brawl Stars sose fog tudni megütni ugyanazon szinteket, amit egyszer megtudott Ha csak egyszer vissza nem hoznák tényleg a full beta klasszik vibe és tényleg azzal a pár karakterrel lehetne játszani, ugyanígy ilyen állított módba, a modellek úgy néznének ki, mint ahogyan régen, akkor valószínűleg visszajönnének egy pár nosztalgiázni. De ezen kívül szerintem nem történhet sok olyan, ami nagyon előre lendítené a játékot. Itt már igazából mindenféleképpen hosszú távon csökkenés lesz megtapasztalható, néha lehet lesznek egy kisebb kis kiugrások, de a játék már sose fogja elérni azt a magas szintet, ami esetleg valaha volt. Ez óriási változás változtatásokra lenne szükség, amit kétlek, hogy a Supercell megtenne. És hát egyébként, hogy ez nem lenne elegendő, hazai részről nyilván az is befolyásolja azt, hogy éppenséggel hogyan teljesít a játék. Más játékról is átjöttek kreatörök, és úgy csinálnak erről a tartalmat, amit lehet, hogy úgy hinnének az emberek, hogy ez pozitív hatást fog majd kiváltani, és még többen fogják játszani a játékot, stb. stb. Hát a valóság az, hogy több videó készül el, tehát magasabb a kínálat, a kereslet viszont közben csökken, 20 dolgoznak fel ugyanolyan tartalmakat, ilyen módon minél több a kreator, egyre inkább kinyírják a játékot. És mind a játék megítélésére is hatással van. Ha irritálóak a videósok egy játék terén, akkor nem biztos, hogy játszani fogod azt a gémet, mert tükrözi azt, hogy milyen a community -e, illetve milyen játékosok játszák. Ha a pedig szétadod a szemét, illetve hogy játsza a gémet, akkor lehet, hogy teljesen te fogod történni, és gémelni fogsz, nevezik ne ezen személyeket influencereknek. És tényleg elnézést kérek azért, hogy rengeteget panaszkodtam az elmúlt hetekben, hónapokban, de tényleg megvannak az okok erre. Csak remélem, tudom, hogy tényleg jó irányba fog haladni a gém, és ismét észhez fog térni a Brawl Stars csapata, és nem fogja ennyire a pénzt előtérbe helyezni. Nem hiába mondják azt, hogy néha kevesebb az tör. Most a Supercell-nek ezt kéne tenni, hogy kevesebb pénzre éhezzen. A hosszú távon, hogy a többet hozna a játéknak, illetve hát a cég számára is. Mert hogyha pár hónapon belül meghal a game, akkor tökre mindegy, hogy mennyit farmoltak ki egy évönt alatt. Én kevesebb jönne, viszont 3, 5, 10 évig fenntartható lenne egy adott game, akkor az összességében több pénzt eredményezne. Tehát szuperszel, don't be greedy sell. És nagyon remélem, hogy a power okról full leteznek, mert így nagyon egyszerű, ugye -e a rank 30, Szokat, a a rendszer szétesett, és így a középjátékos bázis is teljesen szétcseszik, akik esetleg ugye a pusolásokért lettek volna a gémért, oda magáért a gémmechanizmusokért, mert gyakorlatilag innentől kezdve nincs értelme a kupákat pussolni, én is kipussolom a rank 30 még a maradékokkal. Ha valaki ezek után skillre szeretne szertenni, akkor mostantól kezdve csak is a rankeden belül tudja ezt megtenni. Ezek után nem az fog számítani, hogy elérted a 80 ezred, mondjuk eddigiekben sem a Wintraderek miatt. mert nagyon bizonyítani akarsz, akkor csatlakozz egy e-sport teamhez, és irány a World Finals.